Nagyon sok szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit újból az Isten beszéde előtt. Azt kívánom, hogy az élet forrásánál időzzünk és tápláljuk a mi lelkünket Isten igével, Isten igazságával, és éljük át annak az áldását. Mert ami Istentől jön, az számunkra jó, az áldás, az épít, az bennünket erősít, reménységgel tölt el, és tovább visz. Legyünk így nyitottak most is az ő életet adó beszéde előtt. Így szeretnék olvasni az apostolok cselekedeteinek 7. részéből, az 54. verstől egy nagyon érdekes és tanulságos történetet István vértanúról. Ezt hallva a vallási vezetők annyira megharagudtak Istvánra, hogy a fogukat csikorgatták dühükben. István pedig megtelt Szent Szellemmel, és amint felnézett, meglátta Isten dicsőségét, és Jézust, aki Isten jobb oldalán állt. Felkiáltott: nézzétek, látom a megnyílt eget, és az emberfiát Isten jobb oldalán állni. Ekkor mind kiabálni kezdtek, befogták a fülüket, és Istvánra rohantak. Kilögdösték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű fiatalember lábához tették a köpenyüket. Miközben hullottak rá a kövek, István így imádkozott: Uram, Jézus, vedd magadhoz a szellememet. Majd térdre esett, és hangosan kiáltotta: Uram, bocsáss meg nekik ezt a bűnt. Miután ezt mondta, meghalt. Eddig Isten beszéde, egy nagyon szomorú történet áll előttünk, de nem véletlen, hogy ezzel foglalkozik a Biblia, és ebből mi magunk is a saját életünkre nézve sok-sok tanulságot tudunk levonni. Ezen a történeten keresztül valójában egy kis betekintést kapunk abba, amit az első gyülekezet megélt. Kicsit a mindennapjaikba tekintünk be, és látjuk az életüket, látjuk az életvitelüket, látjuk azt, hogy nap mint nap mi mindennel küzdöttek, milyen kísértésekkel néztek szembe, milyen kihívások gördültek az útjukba, illetve azt is látjuk, ahogyan megélték a keresztény életüket, ahogyan hirdették az örömhírt, ahogyan az Isten igazságát képviselték. István, történetünk főszereplője, az első vértanú, aki diakonusként az asztalok körül szolgált, és ebben vállalt ő felelősséget. Nem önmagától, hanem az Isten lelkétől vezetetten vállalta azt, amit rábízott a jó atya. És azt látjuk, hogy bár nem sokat tudunk róla, mégis azt kell megállapítanunk, hogy a lényeget viszont igenis megtudjuk Istvánról. Itt vannak a népvezetői, itt vannak az írástudók, és látjuk, hogy ugyanazzal vádolták őt, mint magát Jézust. Azt azzal, hogy nem tartja be a törvényt, hogy új evangéliumot hirdet, hogy beszél a bűnről, hogy életváltozásra szólít föl, stb. Stb. István az evangéliumért bizony nagyon-nagyon sokat szenvedett. És ezt valahol kiváltságként élte meg. Nem problémázott azon, hogy egy jó ügy érdekében, az Isten igazsága érdekében neki szenvednie kell. Valóság az, hogy tényleg nem mindegy, hogy miért is szenvedünk ezen a földön. A tetteink következménye miatt, vagy Krisztusért szenvedünk. Van különbség. Jézus azt mondja a hegyi beszédben egyébként, Máté evangéliumának 5. rész 11. 12. versében, hogy boldogok és áldottak vagytok, amikor miattam üldöznek, bántanak titeket, vagy mindenféle rosszat mondanak rólatok ok nélkül. Örüljetek és újongjatok, mert igen nagy jutalom vár rátok a mennyben. Így üldözték azokat a prófétákat is, akik előttetek éltek. Tehát azt látjuk, hogy valahol István egy nagyon egyszerű, de lényegre törő életet élt.
És az élettörténetén keresztül Isten megtanít bennünket arra, hogy hogyan érdemes élni, hogyan érdemes felkészülni az eltávozásra, az elköltözésre ebből a földi életből. Hiszen nem mindegy, hogy a születés és a halál közötti időszakot mi hogyan éljük meg, milyen életvitelt folytatunk nap, mint nap. Mert ez határozza meg azt, hogy az örökkivalóságot mi hol fogjuk tölteni a halálunk után. A mennyben vagy a pokolban. Az élet nem a lehetőségekről szól, hanem mindenekelőtt a felkészülésről. Vár ránk egy áldott folytatás Isten részéről, és erre készülünk mi föl. Az elköltözésre fontos felkészülni, mert elkerülhetetlen. István életéből azt látjuk, hogy ő felkészült. Készen állt az elköltözésre, és azt tapasztalta, amit Pál apostol mondott, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás az tulajdonképpen nyereség. A kérdés tehát az, hogy hogyan érdemes élni múlandó emberekként itt, ezen a földön. Először is krisztusi jellemmel. Azt olvassuk, hogy ebben a történetben, 6. rész, 3. versében, hogy választatok ki magatok közül 7 férfit, akikről a többieknek jó véleménye van, és akik be vannak töltve Szent Szellemmel és bölcsességgel. Rájuk fogjuk bízni a felszolgálás munkáját. Tehát azt olvassuk, hogy jó véleménnyel voltak Istvánnal kapcsolatban is. Ő egy jó bizonyságtétel volt. Ami azt jelenti, hogy ő tulajdonképpen úgy lett kiválasztva a szolgálatra, hogy ő egy krisztusi jellemmel rendelkezett. És a jellem az nem más, mint a személyiségünk, a belső tulajdonságaink, melyek meghatározzák a tetteinket és az egész magatartásunkat. A jellem az egész életünket befolyásolja. Mindent meghatároz. És Isten vágya az, hogy mi Jézus Krisztushoz hasonló személyiségek tudjunk lenni. Egy krisztusi jellemmel rendelkezzünk. És Krisztus jellemének a kifejlesztése azt gondolom, hogy életünk legfontosabb feladata, mert ez az egyetlen, amelyet magunkkal visszünk az örökké valóságba. Jézus egyébként a hegyi beszédben nagyon világosan elmondta, hogy az örökké való mennyei jutalom az a földön kimunkált és bemutatott jellemünkön keresztül fog működni, a jellemünkön fog alapulni. A jellemünket pedig a Szentlélek az életkörülményeken keresztül formálja és építi. A jellemünk nem a könyvtárban épül fel, hanem az élethelyzeteken keresztül. Csiszolódunk, alakulunk, ez néha fájdalmas, néha nehéz, de jó, hogyha nyitottan állunk az Isten kezében, és engedjük, hogy ő embert faragjon belőlünk. De hát a kérdés jogos, hogy vajon milyen a krisztusi jellem tulajdonképpen? Milyen tulajdonságok jellemezték Jézus életét? És mi az, ami a mi életünket is meg kell, vagy érdemes, hogy meghatározza? A Galatákhoz írt levélben az 5. rész 22.-23. versében, amikor a lélek gyümölcséről van szó, akkor ez tulajdonképpen az, ami Jézus életét is jellemezte. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önuralom, és még sorolhatnánk olyan jó tulajdonságokat, amik Jézus életét meghatározták. Én azt kívánom, hogy döntsünk mi is Istvánhoz hasonlóan egy krisztusi jellem mellett. Legyen Jézus Krisztus a mi egyetlen követendő példaképünk. Az ő tulajdonságait építsük be magunkba, és e szerint működtessük az egész életünket. Döntsünk tudatosan a belső munka mellett egy olyan keresztény társadalomban, kultúrában, ahol egyébként a látszat sajnos sokkal fontosabb az életváltozásnál, a belső életváltozásnál. Krisztusi jellemmel rendelkező ember az mindig egy áldott, használható és Isten előtt kedves ember. Legyünk mi is ilyenek. Éljünk úgy ezen a földön, hogy bennünket egy krisztusi jellem határoz meg. Továbbá tegyük azt,
amit látunk István életében is, hogy ő telve volt Szentlélekkel. Legyen az életünk telve Szentlélekkel, Szent Szellemmel. Az 55. versben azt olvassuk, hogy István pedig megtelt Szent Szellemmel, és amint felnézett, meglátta Isten dicsőségét, és Jézust, aki Isten jobb oldalán állt. István a Szentlélek rendelkezésére, hatalma és irányítása alatt élt. Ott szolgált az asztalok körül, Szentlélekkel telve. Miért? Azért, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen lélekkel, milyen indulattal és szívvel teszünk bármit is ezen a földön. Emlékszem arra, amikor a régi időkben elég sokan megtették azt, hogy a Szentlélek személyét csupán dicsekvésre használták föl. És azt mondogatták egyik a másiknak, hogy neked van szent lelked, mert nekem van. Na hát, de sajnálok, neked nincs. Ilyet. És valahol sokan nem értették meg azt, hogy a Szentlélek nem dicsekvésre, hanem szolgálatra adatott. Csupán az élmény, a találkozás, a megtapasztalás nagyon kevés. A kérdés az, hogy mennyire engedem meg azt, hogy a Szentlélek átvegye az uralmat az életem fölött nap, mint nap. A kérdés az, hogy mennyire élek a Szentlélek vezetése alatt, inspirációja alatt nap, mint nap. Szükségünk van a Szentlélekre, sokkal jobban, mint azt gondolnánk. Mert a Szentlélek nélkül a keresztény életünk tulajdonképpen egy működésképtelen élet. Nem változik meg az életünk, nem értjük meg az Isten akaratát, a küldetésünket. Nem tudjuk jól teljesíteni Isten szent lelke nélkül, akit elküldött az Atya számunkra. Szentlélek jelenléte nélkül az életünk egy nagyon gyenge, erőtlen élet. Eltévedünk, és az életünk nagyon gyorsan és könnyen elfajul, ha nem a Szentlélek irányítása alá helyezzük. Azt kívánom, hogy fedezzük fel újból a Szentlélek Isten személyét, annak a fontosságát, és akarjunk Szentlélekkel teljes életet élni. Vágyjuk ezt, kérjük ezt Istentől, hogy jöjj Uram, töltsd be a te lelkeddel, formálj át, erősíts, vigasztalj és vezess engem, nem akárhogy, szent lelked által, a keskeny úton, az életnek az útján, az egészséges úton. Egy harmadik dolog, ahogyan érdemes élni és megemlíteném, az nem más, mint telve hittel és engedelmességgel az Isten iránt. István azt látjuk, hogy hitt Jézus Krisztusban, nem mint egy történelmi személyben, hanem mint személyes megváltójában. Hitt az Isten ígéreteiben, és engedelmes volt iránta. A megváltás örömében élt, és látta nyitott eget, sőt, látta Jézus Krisztust ebben a nagyon nehéz helyzetben. Ő csak azt tette, amit a mestere kért tőle. Hirdette az örömhírt, engedelmes volt, és az egész életét az Isten dicsőségére élte, az Isten jó akaratában élte. Istenbe vetett hitétől azt látjuk, hogy senki és semmi nem tudta őt eltántorítani. Sem a nehézségek, sem a kihívások, sem a kísértések, de még egy megkövezés sem. A nehéz helyzetek, a gondok, a támadások, a problémák, egy járvány, egy háború, bármi legyen az, amin át kell mennünk, amit meg kell élnünk. Azt kívánom, hogy ezek mind vigyenek közelebb bennünket Krisztushoz. Erősítsenek meg bennünket az Istenbe vetett hitünkben, és lássuk meg minden helyzetben Krisztust, mi magunk is, aki egyébként velünk van, és segítségünkre siet. Nagyon sokan egyébként hisznek Jézus Krisztusban, de ez nem jelenti azt, hogy személyesen rábízzák az életüket, hogy átadják neki az életüket, az életük fölött az irányítást. Olyan sajátosan és önzően éli meg nagyon sok ember ma a hitét, ahogy gondolja, ahogy számára kényelmes, ahogy éppen kijön a lépés. Ez távol áll attól az életátadástól, amiről Isten beszél. Jellemezze az életünket az Isten iránti őszinte hit,
és engedelmesség az ő beszéde iránt. Ha valamiben nem kételkedhetünk, akkor az az Isten igéje, az Isten beszéde. Mert amit Isten mond, az igaz, és arra bátran tudunk építeni. Minden más megkérdőjelezhetünk, de az Isten igazságát nem kérdőjelezhetjük meg, mert az szent és igaz. Higgyünk Jézus Krisztusban mi magunk is, mint személyes megváltónkban. Higgyünk az ő ígéreteiben, higgyünk abban, hogy ő harcol értünk, gondot visel rólunk, velünk van, védelmet nyújt, megoldást hoz, és megáldja az életünket, még a legnehezebb körülmények között is. Bízzuk bátran rá az életünket, mert ő az egyetlen, aki meg tud tartani, és örök élettel szeretne megajándékozni mindannyiunkat. Továbbá azt látjuk, hogy István telve volt Isten beszédével, a szíve, a lelke, az elméje, a gondolatai, Isten igéjével, Isten szavával, igazságával volt telve. Így érdemes élnünk nekünk is. Amikor István beszélt, akkor azt látjuk, hogy a megváltás örömhíréről beszélt. Az Isten áldott dolgairól beszélt. Szeressük mi magunk is Isten beszédét. Olvassuk azt. Tanuljuk meg, véssük a szívünkbe, tápláljuk a lelkünket nap mint nap az élet beszédével, mert annyira nem mindegy, hogy mivel tápláljuk a lelkünket, mert ez fogja meghatározni az egész életünket. Úgy emlékszem egy kedves idős testvérnőről, ahogyan gondolkodtam a szolgálat kapcsán, eszembe jutott az ő története, aki elmondta, hogy több héten keresztül ott volt a kórházban. Senkire nem számíthatott. Magányosan, egyedül, de mégis nem magára hagyatottan. Azt mondta, hogy az Isten az egyetlen, akire a legnehezebb helyzetekben is bátran számíthat. És azt mondta, hogy ami számára reményt és erőt adott ezekben a kritikus hetekben, az az Isten beszéde, amit idézgetett az ő elméjében ott, fekve a betegágyon mozdulatlanul. Semmihez nem tudott nyúlni, semmit nem tudott tenni, csak visszaemlékezni az Isten beszédére. És ez egy különleges megtapasztalás volt számára, amikor a megtanult isteni ige életre kelt, és az ő lelkében erőt és reménységet adott, és elindította őt a gyógyulásnak az útján. Ha ismerjük az Isten beszédét, akkor könnyebb alkalmazni is. Én azt kívánom, hogy legyünk mi az igének ismerői és egyben megélői. István is ezt hangsúlyozta, és valahol ezt leplezte le ott az írástudóknak, és azt mondja nekik egy adott ponton, ti kemény nyakúak, csak a testetek van körülmetélve, de a szívetek nem adtátok át az Istennek, és nem hallgattatok rá. Ti mindig ellenkeztek a Szentlélekkel, akár csak a ti őseitek, éppen olyanok vagytok, mint ők. A proféták közül kit nem bántalmaztak és üldöztek az ősapáitok? Megölték azokat a profétákokat, akik előre hirdették az igazságos, messiás eljövetelét. Ti pedig most elárultátok és meggyilkoltátok őt is, az igazságost. Ti vagytok, akik angyalok segítségével kaptátok a törvényt, és mégsem tartottátok meg. És ezt nyilván nem nagy örömmel hallgatták a vallási vezetők. Itt van az, amikor megharagudnak Istvánra, és a fogukat csikorgatták a dühükben, aztán eljutottak odáig, hogy halálra kövezik őt. Isten igére egyébként három módon lehet reagálni. Lehet halogatással reagálni az Isten beszédére, a Biblia igazságára, és azt mondani, hogy majd holnaptól elkezdem olvasni, holnaptól majd megváltozom, holnaptól majd másképp élek, közelebb kerülök Istenhez, és halogatjuk. Lehet reagálni elutasítással, mondván, hogy nincs szükségem rá. Köszönöm szépen, én nagyon jól megvagyok, a bulvár sajtó bőven elég számomra. Tényleg? Veszélyes erre építeni. Veszélyes arra építeni, amit a társadalom mond, de áldott dolog arra építeni, amit a Teremtő Isten mond és megoszt velünk.
És lehet reagálni elfogadással is az Isten igére, nyitott szívvel az Isten igazsága iránt, és megtapasztalni ennek mindenféle fajta áldását. Az Isten igéje egyébként mindig először is leleplez, felfedez, elmondja az igazságot rólunk, és ez nem mindig kellemes, de szükségünk van rá. Az Isten igéje külön választ mindig, a jót, a rossztól mindig szétválasztja, soha nem mossa össze. És az Isten igéje terelget bennünket az igazság, a boldog és az áldott életnek az ösvényén. Fontos látnunk, hogy a Biblia nem azt tartalmazza, amit az ember akar, hanem azt, amire szüksége van. Legyünk nyitottak az Isten igéje előtt. Engedjük, hogy minőségi változást hozzon az életünkben Isten az ige olvasásán keresztül. És ne feledjük el azt sem, hogy István, a vértanú, telve volt Isten szeretetével. És erre vagyunk mi is megszólítva, hogy így éljük meg a Földön az életünket. A 60. versben azt olvassuk, hogy térdre esett és hangosan kiáltotta: Uram, bocsásd meg nekik ezt a bűnt! Miután ezt mondta, meghalt. István szíve, azt látjuk, hogy telve volt Isten feltétel nélküli szeretetével. Hiszen gondoljunk bele, csak egy szeretettel telt ember képes imádkozni, megbocsájtani az ellenségeinek, illetve egy gyűlöletmentes életet élni. Szeretet nélkül ez nem megy. Tény, hogy a földi vándorútunkon nagyon sokan belénk rúgnak, megtaposnak, megbántanak, támadnak és megsebeznek bennünket. Sokaknak ez a hobbiuk, kitartóan részt vesznek a kődobálás és a kritizálás szolgálatában. Ez élteti őket, ha rosszat tehetnek másokkal, ha rosszat mondhatnak másokról, ha pletykálhatnak, ha rossz indulattal lehetnek bárkivel szemben. De mit tehetünk az ilyen emberekkel szemben? Tegyük azt egyszerűen, amit Jézus Krisztus tett. Egyrészről nem kell közösséget vállalnunk az ilyen emberekkel. Jézusnál is ezt látjuk. Akik őt kritizálták, sőt, odáig jutottak, hogy le akarták dobni, meg akarták ölni, még a kereszt halála előtt is, azt látjuk, hogy átment közöttük és otthagyta őket, nem vállalt közösséget velük. Imádkozzunk az ilyen emberekért, bocsássunk meg nekik, nem az ő érdekükben, hanem a saját érdekünkben, a saját lelki szabadságunk, tisztasága érdekében, bocsássunk meg nekik. Jézus is ezt tette a kereszten, ott volt, látta az őt keresztre feszítőket, és azt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És továbbá a gyűlölet és a rossz indulat helyett viszonyuljunk szeretettel hozzájuk, ahogyan Isten is tette ezt, és teszi folyamatosan. Mert azt mondja az Isten beszéde, hogy úgy szerette Isten a világot, és ebbe beletartozik mindenki, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Járjunk a szeretet útján, mert a szeretet útja az egyetlen járható út, és a leghatékonyabb fegyver. Arra vagyunk bátorítva, hogy senkinek semmivel ne tartozzunk, csak azzal, hogy egymást szeressük. Ezen a földön minden múlandó. Csak az marad meg, amit szeretettel, szeretetből tettünk. A szeretet pedig soha nem tesz rosszat. A szeretet mindig épít, bátorít, erősít, jót tesz a másikkal, mindent elfedez és a mennybe vezet. Mert a szeretet útja az egyetlen út, amely a mennybe vezet. Minden más út az a pokolra vezet. Ennek tudatában merjük átgondolni őszintén az életünket, hogy milyen úton akarunk járni. Tekintsünk föl az égre, tekintsünk mi is Jézus Krisztusra, Istvánnal együtt, és kérjük azt tőle, hogy tanítson meg bennünket egészségesen élni egy egészségtelen, romlott, önmagából kifordult világban. Kérjük Istent, hogy ruházzon föl bennünket egy krisztusi jellemmel, legyünk telve Szentlélekkel, hittel és engedelmességgel Isten iránt, és legyünk telve Isten beszédével és az ő feltétel nélküli szeretetével, működtessük az életünket nap, mint nap. Így érdemes élni. Ilyen életet kívánok magunknak. Ez az áldás és az életre a mennyfele vezető út, életvitel, amit érdemes megélnünk. Ne pazaroljuk el az életünket.
fölösleges dolgokra, ragadjuk meg a lényeget, és éljünk egy áldott életet az áldott Istenünknek a jelenlétében, a Szentlélek, a Szent Szellem vezetése alatt. És ezért szeretnék most imádkozni, hogy ebben segítsen bennünket Isten. Ilyen módon formálja át az életünket. Mert ő képes erre. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy a te jelenlétedben lehetünk, és a te isteni jelenlétedben minden megváltozhat. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen, aki mindent meg tudsz változtatni az életünkben, hiszen te nem ismersz lehetetlent. Köszönöm, hogy te formálod a szívünket, az életünket, bátorítasz a te ígéden keresztül, és én azért imádkozom most, Istenem, hogy adj nekünk bölcsességet. Taníts bennünket úgy számlálni a mi napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Segíts nekünk abban, hogy úgy éljünk ezen a földön, ahogyan érdemes, ahogyan az helyes, ahogyan az egészséges, ahogyan te bátorítasz bennünket erre. Kérünk téged, hogy te így legyél mellettünk, és ruházz fel bennünket Krisztusi jellemmel, formáld kérünk a jellemünket. Kérünk téged, hogy te változtass ott, ahol szükség van bennünk változásra. Te formálj át. Kérünk téged, töltsd be a szívünket hittel és engedelmességgel irántad. És mindannyian, akik most itt vagyunk a te jelenlétedben, hadd hozzunk egy bátor, bölcs, határozott döntést. Amellett, hogy mi benned hiszünk, benned bízunk, a te ígéd igazsága az, amihez igazítjuk az életünket, és Jézus Krisztus a mi egyetlen példaképünk, akit követünk ezen a földön. Kérünk téged, áldj meg így bennünket, és töltsd be a szívünket, az egész életünket, a te isteni feltétel nélküli szereteteddel, hogy egy szeretettel teljes életet tudjunk élni. És a te isteni szereteteddel legyen átitatva az egész életünk. Köszönjük Istenem, hogy te itt vagy velünk, hogy megáldasz, formálsz, bátorítasz, építesz, és megadod nekünk mindazt, amire szükségünk van. Hiszen te tudod, hogy külön-külön mindannyian milyen élethelyzetben vagyunk, és éppen mire van szükségünk most. Köszönjük, hogy betöltöd minden szükségünket Jézus Krisztusban. Így hadd legyünk áldottak, hadd legyünk áldással mások számára, és kérünk, hogy lelked ereje által vezess tovább bennünket. Köszönjük, Atyám, hogy meghallgatsz és cselekszel az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Fedetlen arccal, mint egy tükörben, gyönyörködünk dicsőségedben. Változtass át a te képmásodra, dicsőségről dicsőségre. Fedetlen arccal, mint egy tükörben, gyönyörködünk dicsőségedben. Változtass át a te képmásodra, dicsőségről dicsőségre.
kemencében. Megtisztít minket a próbák hevében. Szent Szellem, kérlek, formáljál. Szent Szellem, kérlek, Szent Szellem.